Díjlovaglás, terepverseny és díjugratás. Idén az utánpótlás nevelésre fektetnek hangsúlyt a szervezők, így az eddig megszokottól eltérően alacsonyabb kategóriákban hirdettek versenyt. A Lovastusa egyben teret ad a tanintézeti országos bajnokság döntőjének, ahol általános és középiskolás diákok, valamint felső oktatásban résztvevő hallgatók egyéniben és csapatban mérik összetudásukat. Olyan rekordot értünk el a létszámban, amit még szinte ebben az országban soha. 23-25 lóval lesz több, mint az ezelőtti éveknek a rekordjai. Összességében 133 lóval jelezte 8 nemzet az részvételi szándékát. Ebben az évben egy kicsikét változtattunk a csillagos kategóriákon. Fő hangsúlyt fektettünk a nemzeti kategóriáknak a szint emelésére. Tudnék szeretnénk egy olyan biztos támpontot adni a hazai versenyzőknek, ahol tudnak olyan szintű pályán versenyezni, ahol majd a későbbiekben megérve csillagos kategóriákban is tudják a nemzetünket képviselni. A pályaépítés utolsó munkálatai zajlanak a Csónakázótól. 23 új akadályt építettek az évben, ezzel egy erős nemzetközi pályát hoztak létre. Nagyon jó versenyre számíthatnak a lovasok, meg a nézők is természetesen. Itt nagyon örülünk neki ennek az esőnek, ami tegnap volt, mert ez nagyon sokat javított a pálya minőségén. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a lovat a lábáról fejik. Tehát az eredményt ugye azt hozza meg, hogyha jól tud futni, jól tud ugrani, akkor van eredménye. Így nagyon nagy gondot kell fordítani a talaj minőségére. Tehát nem lehet olyan kemény talaj, ami a lónak a lábát tönkreteszi. Hát most megértük azt, hogy tényleg jó a talaj, új ugrások vannak a pályán, új lehetőség tulajdonképpen a felkészülésre a továbbiakban a lovasoknak, és a nemzetközi versenyeket csak úgy lehet vinni tovább a magyar lovasoknak is, hogyha ilyen nem aláépített, hanem inkább szintreépített pályán tud készülni a következő versenyekre. A Kanizsa Lovasklubot három versenyző képviseli. Kajzinger Balázs 3, Sári Ádám 4 lóval, Tamás Bianka pedig 1-4 lábúval gyűri le az akadályokat. Július 1-től 3-áig tehát Militaria Csónakázótónál.